Ebben a videóban a német szórend legfontosabb elemeit mutatom be. Vagyis mit és hová tegyünk, ha helyes német mondatokban szeretnénk beszélni. www.megtanuloknémetül.hu Hello! Üdv a megtanuloknémetül.hu YouTube csatornáján. Elindultunk! A megtanuloknémetül.hu egy weboldal, ahol kényelmesen otthonról tanulhatsz meg németül, videómagyarázatokkal és automatikus javítású feladatokkal. Ha ellátogatsz a www.megtanuloknémetül.hu oldalra, rögtön találsz ott 25 ingyenesen hozzáférhető leckét, amikkel megtanulhatod a német nyelv alapjait. Ha pedig komolyan gondolod a tanulást, előfizethetsz ott további 275 leckére, amelyek segítségével teljesen kezdőszintről eljuthatsz majdnem a felső fokig. A leírásban megtalálod a linkeket. A most következő videó magyarázat szintén egy lecke a 300-ból, mégpedig a 147-es, amely ugyan nem tartozik az ingyenes tartalmak közé, te most mégis megnézheted abból az alkalomból, hogy elindult a YouTube csatornánk. Na meg azért is, mert ez a szórend dolog szokott a legjobban kifogni a gyanútlan nyelvtanulón, ugyanis a német mondatban nem mindegy, hogy hová teszed az alanyt, fix helye van az igének, és gyakorlatilag majdnem az összes szófajnak. Figyelj, ez fontos. Nem elég, ha csak megnézed a videót vagy a videóinkat a weboldalon, ettől még nem fog menni a szórend. A hangsúly a gyakorláson van. Nálunk a 300 leckében több mint 1800 feladattal és 18000 példamondattal gyakorolhatod be a nyelvtant és a szükséges szókincset. Ez nem kevés. Jöjjön tehát a magyarázat, amiből nem csak az derül ki, hogy az ige mindig a második helyen van, hanem az is, hogy hová tegyük az alanyt, a határozókat, a tárgyat, szóval mindent. Jó tanulást! A szórend egy elég kötött dolog a németben, nem lehet csak ide-oda pakolgatni, mint a magyarba a különböző alanyokat, igéket, határozókat, stb. Tehát vannak bizonyos szabályok. Igaz, hogy ezeknek a szabályoknak a nagy része nincsen kőbevésve, tehát azért enged nekünk némi szabadságot, de csak akkor tudjuk ezzel a szabadsággal élni, hogyha egyáltalán ismerjük ezeket a szabályokat. Szóval a szórendre nagyon oda kell figyelni, a legtöbb hiba különböző megfogalmazásokban a szórendből szokott eredni, úgyhogy most megpróbálom összefoglalni neked, amit eddig tudunk, ami fontos, illetve teszünk hozzá még néhány olyan fontos momentumot, ami segíthet majd eldönteni, hogy tulajdonképpen mit hova is tegyünk. Itt ebben a leckében most kifejezetten a kijelentő mondatokról lesz szó, és az egyszerű mondatokról. Az összetett mondatokról, ugye amiben kötőszavak vannak, azokról már tanultál a 103-astól a 111. leckéig, ott van, hogy melyik kötőszó milyen szórenddel áll, ugye volt kati, meg egyenes, meg fordított, azokat ott megtalálod, itt most sima főmondati szórendről lesz szó, hogy hogy néz ki egy mondatunk. És kijelentőek most a kérdőeket hagyjuk, hogy gyakorlatilag ugyanez a helyzet, csak hát az elején van. Kérdőszó, illetve hogyha nincs kérdőszó, akkor megfordul a dolog, de most nem ez a lényeg, jó? Az alap kiindulásunk a németben az ugye úgy hangzik, hogy alany, ige, többi mondatrész. Tehát az ige a második helyen le van betonozva, és azt mondtuk, hogy ha egyszerűek akarunk lenni, nem akarjuk bonyolultan csinálni, akkor úgy csináljuk, hogy alany, ige, többi mondatrész. Azt mondjuk, ich fahre heute nach Hause. Ma hazautazom. Ich fahre heute nach Hause. Ma hazautazom. Tiszta sor. Alany, ige, többi mondatrész. A legfontosabb és a legtöbbször emiatt kell kijavítanom a tanítványokat, hogy az ige a második helyen van. Azt onnan nem lehet eltenni. Nyilván nem a második szóról van szó, ezt már te tudod, hanem a második nyelvtani helyről. Tehát az ott van, azt nem lehet onnan elmozdítani. Tehát az igének ott kell lennie. Hogy mi van az első helyen, az a legtöbbször, illetve sokszor az alany, de nem a legtöbbször, de a legtöbbször valamit kiemelünk. Na ez már egy következő dolog, a kiemelés. Tehát alany, ige, többi. Ez a legegyszerűbb. Kiemelhetünk a mondat elejére gyakorlatilag bármit. Kiemelhetjük oda az időhatározót, ez a leggyakoribb egyébként, hogy mikor csinálunk valamit. A helyhatározót, hogy hol csinálunk valamit. Amit ritkább, az például a módhatározó. Az is lehet, de az talán azért ritkábban fordul, hogy hogyan csinálunk valamit. Illetve
Nemrég találkoztam egy ilyennel, hogy valaki azért a nagyont akarta az első helyre kiemelni, az nagyon fura, olyat ne csináljunk. Tehát azt például nem lehet oda tenni, vannak amiket nem, de a legtöbb dolgot azért ki lehet emelni a mondat elejére, és ilyenkor ugye az alanyt onnan kilöktük, nem megy messzire, mert akkor annak a harmadik helyen kell lenni. Ugye a kiemelésről is már sokat beszéltünk, mondjuk az előző mondatokból, ha kiemeljük azt, hogy heute fahre ich nach Hause. A heute, azzal kezdtünk, fahre ich nach Hause. Ich fahre heute nach Hause. Első helyre, heute fahre ich nach Hause. Ma hazautazom. Vagy egy időhatározó, vagy egy helyhatározós mondattal azt mondjuk, hogy in Wien müssen wir tanken. In Wien müssen wir tanken. Bécsben tankolnunk kell. Jó? Ennyit a kiemelésről, erről korábban már beszéltünk, meg ezt szerintem egész jól tudod, ez a leckét most leginkább nem erről fog szólni. Amiről már korábban szó volt, azok a névmások. Tehát, hogyha mondjuk van valamilyen tárgy esetünk, vagy van valamilyen részes esetünk, és névmás formájában kerül az ide, vagy valami főnevünk van tárgy esetben, vagy részes esetben, akkor ez úgy néz ki, hogy alany ige, és utána jönnek ezek a részek, és aztán majd az összes többi. Például azt mondjuk, hogy ich gebe ihm heute das Buch. Odadom neki ma a könyvet. Ich gebe ihm heute das Buch. Odadom neki ma a könyvet. Tehát ha van valamilyen név más a mondatban, akkor az rögtön ott lesz a harmadik helyen, hogyha így nézzük. Ich gebe ihm heute das Buch, és csak utána jönnek a többi mondatrészek. Vagy ich sah ihn auf der Straße. Láttam őt az utcán. Ich sah ihn auf der Straße. Láttam őt az utcán. Ez nem lehet össze-vissza, tehát nem lehet úgy, hogy ich sah auf der Straße ihn, vagy az előző mondatban, hogy ich heute das Buch, ich gebe heute ihm das Buch. Hát ez így nem jó, nyelvtanilag nem helyes. Szóban azért minden előfordulhat, azt hozzá kell tenni, de szóban se legyen azért ilyen, tehát ez így nem helyes. Ha van valamilyen név más, akkor annak rögtön itt kell következnie. És akkor ugye, ha már ezt a tárgy meg a részes esetet említettük, akkor vannak főnevek tárgy meg részes esetben, meg lehetnek ezek névmásokkal helyettesítve. Erről az 59. leckébe tanultunk. Ha akarod, nézd vissza, menj vissza az 59. leckébe, hogy ott pontosan miről is van szó. Azt mondtuk, hogy alany ige, és utána van két főnév mondjuk. Azt mondjuk, inkább nézzük a példákat, arról jobban látszik, azt mondjuk, hogy er schenkt dem Kind eine Katze. Ajándékoz a gyereknek egy macskát. Er schenkt dem Kind eine Katze. Ajándékoz a gyereknek egy macskát. Itt nagyon fontos, hogy hamarabb kell jönnie a részes esetes főnévnek, mint a tárgy esetesnek. Tehát datív előbb van, mint az akkuzatív, ha mindkettő főnév. Ha mindkettő név más, akkor fordítva. Er schenkt sie ihm, azt mondjuk. Er schenkt sie ihm. Ő neki ajándékozza azt neki. Tehát itt hamarabb van a tárgyeset és a részes eset. Azért nem akarok erről részletesebben beszélni, mert ez az 59. leckében benne van. Ott több példán keresztül részletesen elmondtam. És még azt is, hogy ha az egyik névmás a másik főnév, akkor a névmás mindenképpen hamarabb van. Er schenkt ihm eine Katze. Er schenkt ihm eine Katze. Ajándékoz neki egy macskát, vagy azt mondjuk, hogy er schenkt sie dem Kind. Ő neki ajándékozza, vagy a gyereknek ajándékozza azt. De ha valamelyik névmás, akkor az van elől. Jó? Ezek, amiket korábban már megtanultunk. Ezeket már tudjuk. Új dolgok jönnek, és most figyelj, ezek az igazán fontosak. Lehet, hogy erről így még ebben a formában nem volt szó, vagy csak említés szintjén. Nagyon fontos, hogy amik itt jönnek szabályok, ezek már nem ilyen kőbe vésettek, hogy de feltétlenül mindenképpen így kell lenni, és nem találsz erre semmilyen kivételt, mert ezek már nem ilyen kőbe vésett dolgok. Függnek a szituációtól, függnek attól, hogy mit akarunk kihangsúlyozni, hogyha van egy bizonyos mondatrész, egy idő vagy egy helyhatározó, amit ki akarsz hangsúlyozni, akkor az lehet, hogy sokkal előrébb kerül, vagy egy más helyre kerül a mondatban, mint ahogy azt itt el fogom mondani. Ez az általános lesz, amiről itt beszélek. Tehát ezek általános szabályok, amelyek nincsenek kőbevésve. Alany, ige, többi mondatrész. Ha a többi mondatrészen belül vannak határozók, ugye a határozók van ilyen, hogy időhatározó, amikor kérdésre, például, hogy ma, tegnap este, holnap délben,
van helyhatározó, hogy az iskolában, tehát hogy ez a hol kérdése felel, az iskolában, itthon, stb. És még egy csomóféle határozó van nyelvtanból, magyarból biztos tanultad, van egy társhatározó, hogy kivel, vagy módhatározó, hogy hogyan. Ez nem fontos neked tudni. Ami fontos, ha határozók vannak egymás mellett, akkor az idő mindig hamarabb van, a hely meg mindig a vége felé. Tehát a mondatban az időhatározó az előre felé igyekszik, elől van, a helyhatározó pedig a vége felé. Jó? Tehát a következőt mondjuk jegyezd meg egy mondatot szerintem, és akkor ha ezt az egy mondatot megjegyzed, akkor fogod tudni. Legyen ez a mondat például az, hogy ich gehe heute mit meinem Freund ins Kino. Ich gehe heute mit meinem Freund ins Kino. Megyek ma a barátommal moziba. Időhatározó, látod, a határozók közül elől van. Ich gehe heute, mikor? Ez van elől. Mit meinem Freund, a barátommal. Itt lehetne az összes többi határozó, mikor azt akarom mondani, hogy gyorsan. Ich gehe heute schnell mit meinem Freund ins Kino, hogyha ennek van értelme. Akkor az is itt lenne. Tehát ide jön az összes többi féle határozó, és a határozók közül az utolsó, az a hely határozó. Ich gehe heute mit meinem Freund ins Kino. Tehát, hogy hova megyünk, az a végén van. Jó? Időhatározó eleje felé, helyhatározó vége felé. Nagyon sokszor kiemeljük ezeket a határozókat, ugye azt ott láttad a kiemelésnél az előbb, hogy mikor tehetünk ilyet. Jó? Tehát, ez egy nagyon fontos dolog, az időhatározó, fordítva ez nem hangzik jól, hogy ich gehe ins Kino, heute mit meinem Freund. Lehet így is mondani, de az általános az az lesz, amit mondtam, hogy időhatározó hamarabb van, helyhatározó később van. Oké. Ami a legtöbb gondot okozza, az a tárgy. Mert a tárgy az igazából több helyen is lehet a mondatban. Itt is a legáltalánosabb az az, hogy egészen a végén van. Tehát nyilván vannak dolgok, amik a mondat végén kell lennie, hogyha mondjuk múlt idő van, vagy ilyesmi, de hogyha most nem ezt nézzük, akkor ő a vége felé van. Tehát úgy, hogy alany ige, és a többi mondat részen belül mondjuk vannak különböző határozók, és akkor ott a vége felé lesz a tárgy. Azt mondjuk, hogy der Lehrer gibt den Schülern heute eine wichtige Aufgabe. A tanár ad a diákoknak ma egy fontos feladatot. Látod, még az időhatározó után van, hogyha még lenne itt, hogy der Lehrer gibt den Schülern heute in der Schule eine wichtige Aufgabe, akkor is a végén lenne. Itt mondjuk ki is hangsúlyoztuk, hogy egy fontos feladatot ad, főleg ha ilyen határozatlan névmás, ilyen eine van előtte, akkor szinte mindig a végén van a tárgy. Ez nincs kőbevésve, ez nagyon nincs kőbevésve, máshol is lehet, de a legtöbbször a végén lesz a tárgy a mondatnak. Itt nyilván nagyon fontos, miközben itt magyaráztam, közben azon gondolkodtam, hogy azért azt tud, hogy vannak elemek, amiknek a végén kell lenni. De hát erről már beszéltünk itt, ez most egyértelmű, azért nem mondtam így. Tehát, hogyha mondjuk segédigék vannak, akkor tudjuk, hogy az infinitív vagy a harmadik alak a mondat végén van. De hát ez tudat, tehát vannak kötelező elemek. Itt most azokról a szórendi dolgokról beszélünk, amelyek nem kötelezőek, amelyek több helyen is lehetnek. Jó, tehát ezekből a példamondatokból szerintem azért fogod érteni. Még egy érdekesség, vannak ilyen olyan állítmányok, amelyek több szóból állnak mondjuk egy igéből, meg egy tárgyból, egy főnévből. Azt mondjuk, hogy Fußballspielen, hogy focizni. Na, ezek tipikusan úgy válnak el, hogy az ige az ott van a második helyen, és a hozzátartozó, tehát az állítmány többi része az a mondat végére kerül. Azt mondjuk, hogy wir spielen jeden Tag mit den Freunden Fußball. Wir spielen jeden Tag mit den Freunden Fußball. Tehát mi minden nap játszunk a barátokkal focit, magyarul minden nap focizunk a barátokkal, ez a Fußball egészen elkerült a mondat végére. És ha már az előbb említettem a segédigéket, akkor nézzük ezt is gyorsan meg, de hát erről már sok szó volt, illetve majd még a 200. lecke előtt ott lesz jó pár ilyen ismétlő lecke, amilyen rendszerező, összefoglaló lecke, és ott lesz egy külön, ami csak a segédigékről fog szólni, amikről nagyon fontos azt tudni, hogy a mondatban úgy néznek ki, hogy ezek vannak a második helyen, ezek a segédigék, legyen az egy módbeli segédige, vagy a múltidő segédigéje, azt ott a második helyen el kell ragozni, és a mondat végén lesz a főigénk, az vagy infinitívben van, vagy az ige harmadik alakjában.
Két nagyon egyszerű példa. Azt mondjuk, hogy wir können sehr gut Deutsch sprechen. Wir können sehr gut Deutsch sprechen. Nagyon jól tudunk németül beszélni. Können a második helyen van, a wir miatt ez van elragozva, és a sprechen infinitívben a mondat végén. Itt azt kell tudni, hogy milyen nyelvtani jelenségeknél mi az, amivel infinitívvel áll. A módbeli segédigéknél például infinitívvel áll. A feltételes módról is lesz majd szó, ott is például würde plusz infinitív lesz. De sok esetben pedig mondjuk a passzívnál, vagy a múltidőnél, passzívról még lesz később szó, azok a végén vannak, az ige harmadik alakjában. Nézzünk egy múltidejű mondatot, azt mondjuk, hogy er hat gestern viele Wörter gelernt. Er hat gestern viele Wörter gelernt. Tegnap sok szót tanult meg. Er hat gestern viele Wörter gelernt. Tegnap sok szót tanult meg. Ezeket nem szeretném ragozni, már tovább tudjuk, hogy miről van szó, a segédigék azok hogy néznek ki, nagyon sokat beszéltünk erről, de hát mégis megemlítettem itt, hogy a szó rendileg ez hogy néz ki. Van egy-két speciális eset, ami egy-két speciális kis szócska, ami sokszor bonyolultságot okoz, ilyen például a tagadás, ugye a nicht. Egészen az elején, a 23. leckében már volt szó a nichtről, úgyhogy oda vissza tudsz menni, és meg tudod nézni, hogyha a nichttel gondjaid vannak, ugye a tagadás. A nichtről azt szoktuk mondani, hogy igyekszik a mondat vége felé menni. Itt fontos, hogy igyekszik, nem tud a végén lenni mindig, de sokszor. Sima, egyszerű mondatoknál simán ott van, azt mondja, hogy wir spielen heute nicht. Ma nem játszunk. Azonban nagyon gyakran, ha egy bizonyos szót akarunk tagadni, mondjuk ugyanebben a mondatban azt akarjuk mondani, hogy nem ma játszunk, akkor az úgy lesz, hogy wir spielen nicht heute. És ilyenkor ez még folytatódik, hogy sondern am Wochenende, hanem a hétvégén. Tehát wir spielen noch nicht heute. Tehát vagy a végén van, vagy a tagadott szó előtt. Illetve még fontos, hogyha bármilyen ilyen előjáró szavas szerkezet van a mondatban, akkor az maga elé vonza a nicht. Tehát azt mondjuk, hogy például, hogy wir spielen nicht zu Hause, hogy nem otthon játszunk, ilyenkor itt van a nicht. Ez sincs azért kőbevésve, itt is lehet olyat mondani, hogy wir spielen zu Hause nicht. Itt kifejezetten azt jelenti a mondat, hogy otthon nem játszunk. Tehát így is lehet csinálni, de azért, hogyha megjegyezzük ezeket a fő dolgokat, akkor azok sokat tudnak nekünk segíteni. Nemrég volt szó a visszaható igékről, és erről a sich névmásról. Ott akkor említettem, fontos, hogy ez próbál, igyekszik az alany közelében lenni, ugye, hogyha úgy néz ki a mondatunk, hogy alany, ige és többi mondat rész, akkor az ige után lehet a leghamarabb. Azt mondja, hogy wir waschen uns immer die Hände. Wir waschen uns immer die Hände. Tehát ez a sich, vagy a ragozott alakja, illetve hát a valamilyen alakja, az mindig ugye az ige után jön rögtön egy sima kijelentő mondatba, illetve ha kati szórend van, akkor meg ott az alany után. Tehát azt mondjuk, hogy meine Mutter sagt, vagy Mutti sagt, dass wir uns immer die Hände waschen sollen. Anya mindig azt mondja, hogy meg kell mosnunk a kezünket, dass wir uns, tehát itt rögtön ezután van. És amiről csak ebben a modulban volt szó, az a felszólítás, hogy hogyan is kell felszólítanunk. Itt van egy kis szócska, ami a felszólításunkat rögtön kedvesebbé teszi, az a bitte, vagyis a kérem, hogy ez hova kerül. Azt kell róla megjegyezni, hogy ez általában ugye a felszólító módnál az ige van elől. Ige, alany, hogyha van, és aztán a többi dolog. Na rögtön az alany után, hogyha van. Mondjuk, ha magázódunk, akkor van, azt mondjuk, hogy kommen Sie bitte hier, jöjjön kérem ide, kommen Sie bitte hier, akkor ide kell tenni a bitét, nem máshova, máshol nem jó. Vagy, ha tegeződünk, ugye akkor nincs alany, akkor rögtön utána az ige után, komm bitte hier, gyere létsz ide. Komm bitte hier, gyere ide léci. Jó? Legtöbbször, ez sincs kőbevésve, de legtöbbször így van. Ha van névmás a mondatban, akkor pedig azután jön a bitte. Azt mondjuk, hogy geben Sie mir bitte das Salz. Adja ide nekem, kérem a sót. Geben Sie mir bitte das Salz. Tehát ez a mir, meg a dir, meg ilyesmik, ha vannak, azok beférkőznek oda a bitte elé. Ennyi volt tehát a 147-es leckénk videója. Remélem, hasznos információkkal gazdagodtál a szórenddel kapcsolatban. Ha így van, nyomj egy lájkot a videóra, és ne felejts el feliratkozni sem a csatornánkra, ugyanis még rengeteg dolgot szeretnék itt megosztani veled a nyelvtannal, a szókincsel, és mindennel kapcsolatban, ami a német tanuláshoz kötődik. Találkozzunk a weboldalunkon is, ahol 300 videóval és több ezer feladattal várlak, hogy megtanulj németül. Hajrá!